Balaidz Zoltán polgármester az elmúlt időszak kommunikációs fejlesztéseiről szólva rámutatott. A város honlapjának méltó módon kell Zalaegerszeg sikereit és eredményeit tükröznie. Az átalakításnak köszönhetően egy mobilon és tableten is könnyen böngészhető, felhasználóbarát oldal jött létre. Alapvetően három célt szolgál. Egyrészt egy belső tartalom a város saját lakóinak, hogy az e-ügy intézéssel, a különböző fontos információkkal, hírekkel tisztában legyenek. A másik fő irány az a turisták, hiszen nyilván szeretnénk, hogyha sokan ellátogatnának hozzánk, ahhoz azonban az kell, hogy informatívak, napra készek legyünk, tehát legyenek olyan információk, hogy mikor milyen program van, mikor vannak nyitva a létesítmények, egyáltalán milyen programokat lehet elérni Zalaegerszegen, miért érdekes ide jönni. És van egy harmadik irány is, ami mindig is fontos volt a város vezetésének, ez pedig a gazdaságfejlesztés. Az új dizájn céltudatosan használja a város arculati elemeket, tájékoztatott Dippold Márton. A kabinetfőnök, aki a fejlesztésért felelt, a legújabb funkciókról tartott beszámolójában kiemelte a korábbi városvezetők életútját és munkásságát bemutató aloldalt, majd az elektronikus ügyintézési lehetőségekről is szólt. A hivatali ügyintézés nagyon egyszerűen meg lehet oldani, illetve ami különlegesség, például, hogy más megyei jogú városokat is megnéztünk, és sehol máshol nem találtunk olyan oldalt, ahol házszámra pontosan lehetne mondjuk képviselőre rákeresni, így akinek bármilyen dolga lenne az önkormányzati képviselőjével, egyszerűen címét beütve megtalálhatja, hogy kihez kell fordulnia. Mindemellett a programajánlót szeretném még kiemelni, ahol a városban megrendezett programokra lehet rákeresni. Az olvasók megismerhetik még Zalaegerszeg történetét, továbbá a zalaegerszeg.hu az álláskeresőknek is hasznos információkkal szolgál. A portál angol és német nyelven csökkentett tartalommal és akadálymentes verzióban is elérhető.